Sziasztok, ez itt a Metal Sziget, én Fejes volnék, és itt van velem Ádám. Sziasztok! A mai podcastes adásunkban folytatjuk a heavy metal klasszikusait, azon belül is a Venomnak a második részével. Ez konkrétan az életmű közepe, egy jó vaskos közepe. Jól számoltam, 6 albumot fog most végigrágni? Igen, 6 album lesz. Ja. A Calm Before the Storm-tól, ami 87-ben jött ki, egészen a 2000-es Resurrection-ig. Ezt át is dobom a stafétát Ádámnak, azt így nagyon gyorsan felvázolja, hogy mi jó történt itt. Ebben a szekcióban az életműnek a legkalandosabb felállás lesz a Venomon belül, tehát ebben lesz a legtöbb tagcsere, meg visszatérés, meg elválás, stb. Úgyhogy, de viszonylag emiatt a vegyes felvágott része miatt vettük most egy epizódba. A Calm Before the Storm lesz az, amivel lényegében véget ér a Kronosz első éra, aztán jön majd a 3 lemezes Demolition éra, aztán a 2 újraegyesüléses lemez lesz most a terítéken. A félig újraegyesüléses lemez. Az egyik félig újraegyesülés. Vagy kétharmadik, vagy hogy. Valaki matekozza ki, hogy jó legyen. Na ja, szóval ez ilyen kicsit szappanoperás rész lesz. Igazából ugye 2000 után már lényegében végig trióba tolják. Itt még azt hiszem vannak olyan albumok, ahol 4-5-en vannak, vagy 4 a legnagyobb, vagy legtöbb. Most 4, igen, úgy emlékszem, hogy 4-en voltak. Igen, kékgyúcsal, ja. Na de szerintem akkor bele is léphetünk. Menjünk! Vissza is vagyunk, és jöjjön a Calm Before the Storm című lemez, ami 1987. november 7-én jelent meg a Film Trax kiadó gondozásában, ami hát egy eléggé nem éppen metal-centrikus kiadó volt, ugyanis hát alapvetően pop, jazz, hip-hop, körülbelül mindent is adtak ki korábban. Hát, hogyha rábögtök a metalumon a Film Traxra, egyedül a Venomot dobja ki. Igen, többen nem is lesznek. Nem is tudom, hogy egyáltalán létezik-e még így. Nem, azt hiszem, már nem létezik. Hát én is a Discogs-on néztem meg, hogy mi fánterem ez, ilyen Nat King Cole válogatások, meg ilyeneket adnak ki, azt mondom, hát ez nagyon nem metal, na mindegy. Hát az egyediségéhez hozzátesz a lemeznek. Meg egyébként kanadai kiadó, szóval nem tudom, hogy kerültek oda. Én próbáltam utána olvasni, hogy ez így, hogy meg mint, nem igazán jutottam előre, csak annyit találtam róla, hogy ez kurvára nem metal kiadó. A sztoriára kíváncsi lettem volna egyébként. Magáról a lemezről még alapadat, hogy viszonylag rövid, ez egy mindössze 36 perc, 20 másodperc hosszúságú kiadvány, és igazából ebben az esetben annyira nem is baj, hogy csak ennyi volt a futamideje, az előzőekhez képest azért majdnem 10 perccel rövidebb, tehát az kb. 3 számmal körülbelül rövidebb, mint az átlag. Ugye ez már az első olyan lemez, hát igazán mindegy, tehát most a történet szempontjából az egy fura kanyar volt ez a mondat, de majd később meglátjátok, hogy miért. Szóval na mindegy, ebben már nem ugye Mantas gitározik, hanem ketté osztódott, és 2 új gitáros van benne, ugye Mike Hickey és James Clare. Igazából, mihogy 2 gitáros van, azért próbáltak kicsit kísérletezgetni, hogy fejlődjenek, vagy valami új hangzást alakítsanak ki. Hát sokkal gitárcentráltabb lett az anyag, viszont egyébként Kronosz panaszkodott is rá, hogy így a basszusgitárt az egy kicsit elnyomta, de hát most 2 gitár, tehát nyilván el fogja valamennyire nyomni. Hát meg jobban beleavatkoztak ezek az új srácok a zeneszám írásába, így sokkal kevesebb tér jutott Kronosznak, úgyhogy biztos ez is rányomta a bélyegét, hogy mint ő volt az agytröszt, az igazából eddig az összes lemezen, aztán most hirtelen mind a 2 hozzá akartak tenni valamit az ő ötleteihez. Egyébként nekem maga az album nagyon ilyen heavy metalosra sikeredett, meg érdekesség, hogy van rajta egy ilyen kicsit ilyen nyálasabb dal, ami annyira nem jellemző a Venomra. Ugye ez vagy hát nem nyálasnak mondanám ezt, de az Under the Spell az nekem rohadtul ilyen korszakba dívó, ilyen glammes valaminek tűnik, ami fura volt így hallgatni. Annál is inkább, mert hogy itt a vokál, az, hogy jól emlékszem, itt ugye a másik tag is vokálozik, a James Clare, és kicsit fura volt, hogy így Kronosznak a ilyen nagyon ilyen metal, ilyen érces hangja mellé így bejön ez a, hát nekem tényleg ilyen kicsit ilyen nyálas hangnak tűnt. De egyébként vannak itt ilyen speedesebb dal, például a Gypsy, jó címe van. De így azt kell mondanom összességében, ez egy ilyen, nekem ilyen nagyon ilyen New Wave of British Heavy Metal szájízű album, annyira nem ragadott meg. Egyébként gondolkoztam rajta, hogy lista szerint a Possessed elé vagy után tegyem, de inkább után tettem, mert a Possessed az legalább így fölhúzta a szemöldököm, ez még csak az sem. Igen, nem szar meg ilyenek, csak ilyen 80-as évek második felé tucat album, vagy nem is tucat, annál az egy kicsit jobb, de ilyen tisztes iparos munka, de így önmagamtól hogy nem nagyon hallgatnám. Nálam ez a 10. helyezettig volt elég. Neked mi a véleményed az albumról? Nekem tök pozitív lemez volt. Hát a Possessed után nem volt nehéz. Jó, de nem csak a Possessed után, hanem így en bloc az egész életművükön belül, ez egy hát ahogy én előző epizódban így említettem, hogy milyen felosztásban kezelem a lemezeiket, ez a kifejezetten élvezetes kategóriába tartozik nekem ez az album. Tök jó számok is vannak rajta. Jó, a Under the Spell az nekem is kifejezetten a pont nem tetsző kategóriába esett bele, a tiszta ének tényleg ilyen nagyon ellangyítja, és ráadásul nem is énekelnek benne teljesen tisztán, hanem kicsit hamiskás, itt-ott-ott, ez kifejezetten zavaró, de amúgy vannak jó dalok rajta, tehát ez eleve az album a Black Christmas számmal indul, ami eléggé fogós, fülbemászó, jó gitártechnikák vannak benne, de a címadó dal, a Come Before the Storm, az is egy nagyon viszonylag hosszabb, de kifejezetten erős, heavy metalos dal. Nekem nagyon tetszett még a Fire című darab is belőle, meg tök jó, hogy elővettem ezt a lemezt, mert egyébként magamtól valószínűleg egy jó darabig még kerülgettem volna, de rajta van a Deadline című szám is, ami magyarul határidőt jelent, ez egy tök jó pörgős dal, amit a munkám miatt vannak, hogy feszegetnek a határidők, és hogyha egy kicsit energizálni kell magam, ez pont idevaló lesz. Úgyhogy nekem egyébként tetszett. Nagyon jó a hangzása, tök jó az egész lemezen a mix, elszámítva a tiszta vokált, azt le kellett volna tekerni nullára, de amúgy nincs semmi kivatnivalóm vele. Megértem, hogy Kronosznak nem annyira jött be ez a felállás, meg hát eleve ez egy ilyen kényszerhelyzet is volt, ugye, mert hogy megszabadultak Mantas-tól, és hogy mit csináljak, és hogy hát az amerikaiak, legalábbis Kronosz így gondolta mindig, hogy az amerikaiak sokkal vevőbbek voltak mindig a Venomra, hogy akkor nem egy angol gitárost, vagy gitárosokat akar keresni maga mellé, hogy majd ők lesznek a beugrók, így ezzel is gyakorlatilag. Az egész lemezen is ez jön vissza, hogy ez inkább az amerikaiaknak készült, és hát ez a végeredményében ez is lett, hogy ez áll legközelebb az összes Venom lemez közül a mainstream heavy metalhoz szerintem, de egyébként azon belül is az átlagnál jobb. Egyébként most, hogy mondtad volna rajta a Deadline című szám, ugye relatíleg az lett volna az album címe. Ez úgy nézett ki, hogy amikor elkezdték csinálni az albumot, akkor még ugye Mantas benne volt a következő albumban, és amiket adott ilyen ötletek, azok hát nagyon nem a Venomba passzoltak. Aztán nyilván kibaszták, jött az új két gitáros, és akkor is már elkezdtek ötletelgetni, hogy mi legyen, aztán végül nem ez lett az album címe. Ez azért érdekes, mert azt hiszem itt a Deadline-nak az ilyen többféle formációval készült demóit később fel fogják majd használni. No de, ugye, mint említettük, ez volt az utolsó olyan album, vagy a klasszikus érából, amikor ugye már elment ugye Mantas, és itt ez után elmegy Kronosz is. Egész pontosan ez úgy nézett ki, hogy tehát a dobos, tehát Abaddon, az kezdett egyre kevésbé aktív lenni a zenekarban. Legalábbis a... Hát nem tudom, egyébként, amit mi a javarész forrásnak használtunk oldalon, ami egy ilyen fanpage oldalon, ilyen csomó interjúból vagdalt össze. Hát nekem ott tényleg a gyanúperre, hogy az javarészt az Kronosz szája íze szerint lett összevagdosva, főleg, hogy javarészt az ő interjúi vannak, tehát igazából amit itt végigadunk, így történetet, az ilyen Kronosz látószögből van. Na mindegy, mondjuk nehéz is más miatt találni, mert mint tudjuk, Mantas utálja a interjúkat például Abaddonnak, meg hát ő hozzájárul a képhez, hogy ő eléggé masszívan ivott már eléggé fiatal kora óta, úgyhogy ő meg sokszor nem volt olyan állapotban, hogy kihúzható legyen belőle valami sztori, vagy elfelejtette. Igazából tehát akkor ezután az album után, azt hiszem pont a turné után, vagy közben, hát meg közben is, hát mondjuk közben annyira nem próbálnak, tehát akkor inkább után, nem ment el a próbákra, meg nem igazán ment el az ilyen zenekari megbeszélésekre, és akkor Kronosz úgy döntött, hogy ahelyett, hogy mondjuk kibaszná Abaddont a zenekarból, fogta a két gitárosát, ezt kilépett a Venomból, azt átköltözött az USA-ba, és csinált egy, hát mindenhol szóló karriernek mondják, de így a saját interjúiból az jön le, hogy igazából nem szóló karriert akart, hanem egy másik tehát ilyen másik formációt csinálni, csak minden ötlet, ami így felötlött, hogy mi legyen a zenekar neve, az szar volt, és akkor jó, akkor maradjon Kronosz, tehát hogy ez nem, tehát hogy nem akart, hogy feltétlenül az ő nevéről legyen elnevezve, de így sikerült, és ez mindenki szóló karriernek tekinti, holott nem, azzal a két arccal csinálta ki, lényegében ez egy ilyen Abaddon nélküli Venom, kvázi. A két amerikai gitárossal, persze. Igen, amúgy azt hiszem, ilyen 3-4 anyagot is kiadtak a 90-es években, és még adogattak ki, és aztán később nagy is. Lemezük volt, de volt több cucc, például arra fixen emlékszem, hogy a Kronosszal van egy válogatás lemez, aminek az a neve, hogy Venom. Igen, az pont egyébként az újraegyesülés előtt jött ki, és akkor ott jött az, hogy jaj, de jó, nosztalgiázott, és akkor mindegy, ez egy másik sztori, ez majd igazából a Casting Stone-nál kéne, hogy előkerüljem. De amire te gondolsz, az igen, az volt az egyik, legalábbis ez Kronosz interjú szerint, ami így, hát így visszahozta a lelkesedését, és akkor újra akart Venomot csinálni. Egy komment még ide a Kronoszhoz. Minden idők egyik két legocsmányabb albumborítója az ezen a bandához fűződik. Eszméletlen rondák. Na de szerintem akkor ezt az albumot ki is vesésztük. Nálam a 10. nálad? Hanyadik volt? Azt nem tudom, hogy mondtam. Ja, nem mondtam még. Nálam az előkelő 6. pozícióra volt elég. Vöv. Na mindegy, tiplézzünk tovább. Menjünk. Is tértünk, és beszéljünk egy kicsit a Prime Evil című lemezről, ami 89. október 9-én jött ki. Hát az előző albumhoz hasonló hosszal bír, ez is 36 perc, 33 másodperces, és az Under One Flag nevű, hát ilyen trash death metal kiadóhoz kapcsolódik, és maga az album története, keletkezés története, az nagyjából úgy nézett ki, hogy ugye beszéltük az előbb, hogy Kronosz így fogta a két gitárost, azt átment az USA-ba. Egyébként nem véletlen, ott nagyon nagy népszerűsége volt a Venomnak, tehát igen, azért is ment át. És akkor maradt Abaddon egyedül, és meggyőzte a Music for Nations kiadót, hogy hát lesz majd, hogy kéne egy új Venom albumot, majd összekalapál egy zenekart, meg egyébként van egy csomó anyag, ilyen demo rögzítve, amit eredetileg a Deadline-ra akartak, ilyen különböző formációkkal, tehát a két gitárossal, meg még talán a Mantasnak is az utca benne van, nem tudom. Na mindegy. És akkor azt mondta Music for Nation, hogy oké, és akkor az egyik ilyen leányvállalatánál, ez az Under One Flag-nél jött ez ki. És akkor amit összerakott maga köré zenekart, az így nézett ki, ugye Tony Dolan énekes, ugye a Demolition Man. Igen, sikerült visszahozni a formációba Jeffrey Mantas Dunt, tehát visszajött gitározni, és egy Al Barnes nevű ritmusgitáros is csatlakozott. Egy kieg, hogy Tony Dolan hogy jött a képbe, ő a szintén brit Atomkraft nevezetű heavy metal együttesnek volt a tagja, és hát ismerték egymást, és ő rá gondoltak, hogy ő lenne az, aki igazából át tudná venni talán Kronosz szerepét, így a basszer és a vokál tekintetében. No, az album kapcsán, ami elmondható, hogy új felállás, és itt is egy újszerű hangzás jött. Ugye ez sokkal trashesebb. Legalábbis nekem kb. Olyan az egész album, mint hogyha ilyen Metallica Master of Puppets utánérzés lenne. Például van a Trash-es Parazit dal, az kb. Egy az egyben, mint hogy Master of Puppets lenne. De egyébként a Skeletal Dance-t, azt, hogyha meghallgatjátok, az ilyen full ilyen Master of Puppets kezdés, és a második fele a dalnak, az kb. Olyan, mint a Slayernek a Raining Blood-ja. Van benne egy ilyen nagyon Raining Blood-ra a hajazó rész, meg van rajta egyébként egy ilyen szabad feldolgozás is, ez a Megalománia. De nekem abból meg a csávónak az ének hangja, az full olyan, mint az AC/DC és Brian Johnsonnak a hangja. Meg a legvégére odapakoltak egy ilyen heavy hard rock cuccot, ez a School Days-t. Az meg nekem ilyen, hát, ilyen back to the old school. Gondolom így raktak a végére egy ilyen, amúgy ilyet is tudunk még, annak ellenére trash-es cuccot tolunk. Szóval nekem ez ilyen nagyon trash ízű album, viszont szerintem a közepesnél egy kicsit jobb, mint trash metal album, a többi trash metalhoz, főleg ebben az érában, hát szerintem úgy elég erőteljesen a középmezőnyhöz konvergál, viszont jól szól az album, itt legalább megtanultak már stúdiózni a srácok, vagy kurvára nem ők csinálták, de mindegy, szóval nem Kronosz. Szóval legalább jól szól. Nekem ez egyébként a negyedik helyezettig lett elég, főleg azért már, hogy itt vannak egyébként jó ötletek is. Neked mi a véleményed az albumról? Én még egy picit hosszabban fogok szerintem elidőzni rajta, mert most előre lövöm a poént. Én nagyon sokáig vaciláltam, hogy ez legyen az első helyezettem, mert ez szerintem brutálisan jó lemez. Végül a második helyezetnek tettem, és szerintem magában a lemeznek az elkészültében szerintem nagyon-nagyon ott volt a srácokban, a lendület, az energia, hogy érezték, hogy fel vannak frissülve. A Tony, inkább Demolition Man-nek fogom mondani, ez nekem valahogy jobban. Tök jó stage name szerintem. A Tony az meg egyébként a maffiózókból a főszereplő. Ez nekem az. Mindegy. Szóval szerintem ő egy nagyon-nagyon-nagyon jó frontember, főleg így napjainkban is látni, hogy a Venom Incorporation-nek gyakorlatilag ő a hangja, meg ő a mindene, ő az, aki interjúztat, meg állandóan szerepel. Ha már mondta, az baszik se interjúzni. Hát ja, ahhoz képest, hogy nem mai csirke ő se, tök fiatalos, lendületes. Egyszer megnéztem, egy-két éve, vagy nem is tudom, hogy volt, hogy van ez YouTube-ban ez a Bus Invaders csatorna, amikor egy bandáknak a turnébuszaira fel lehet menni, és nagyon szórakoztatóak, mert nagyon jó fejek voltak. Úgyhogy képzelem, hogy fiatalon még inkább ez intenzívebb lehetett. Szóval egyszerűen nagyon érződik rajta, hogy vérfrissítés történt, tele voltak ötletekkel, tele voltak energiával, és nagyon jót tett a lemeznek, mert nagyon jók a dalok szerintem rajta. Sokkal jobb a vokál, legalábbis nekem ezen az jött le, hogy mindemellett Demolition Man-nek is eléggé érces hangja van, ő azért valamennyire tudott mélységet, magasságot, tehát egy kisebb éneklés is azért van benne. Kronosz erre egyáltalán nem volt képes, ezt az előző lemezzel hallottuk, és amikor meg is próbált valamit csinálni, azt akkor inkább ne csináld már, mert ez nagyon gatya volt. A Megalománia az egy kedvenc Black Sabbath albumról, a Sabotage-ről van egyik szám, amit nagyon szeretek, és ez egy nagyon jó feldolgozás például, tök venomos lett, tök más hangzása lett tőle, nagyon-nagyon vagány, nagyon jó, például a Black and Are the Priests című szám is, nagyon jó szerintem is a Skeletal Dance, tényleg érződik azért némi Slayer-es hangzás, hogy eddigre már azért ők is szerették őket, de például az Into the Fire is egy nagyon-nagyon erős dalab lett a lemezen, tehát majdnem a fele albumot most így az előbb fel is soroltam, de gyakorlatilag nem volt egyetlen egy gyenge pontja sem. Nagyon-nagyon jó lemez, nagyon élveztem a hangzását is, hogy végre minden hangszer, végre Mantas gitári is olyan vaskosan, erőteljesen szól. A basszusgitár szerintem még Kronoszénál is jobb, szerintem egy picit technikásabb is, mint Kronosz, meg ami óriási különbség, hogy hát Kronosz szövegei az legtöbb esetben hihetetlenül egyszerűek és már-már bugyuták, még az egész Demolition érában a banda szövegírási készségei gyakorlatilag egy teljesen más ligába emelték az együttest. Nincsenek ilyen állandóan ismétlődő kórusok benne, vagy valami, nagyon sok egyedi ötlet van benne. Meg nincs annyi sátán. Igen, helyette nagyon gyakran van a The Devil, azaz az ördög kifejezés benne, De szerintem sátán egyetlen egyszer sincs amúgy. Azért gondolkozom, még dalcímben sincs. Egyébként ezt kifelejtettük azt az ígyszert, hogy Venommal lehetne olyan ivós játékot, hogy ahányszor elhangzik, hogy szétán, akkor inni kell. Azt detoxnak hívják. Hát körülbelül igen. Egyébként maga nekem az albumot még amit hozzáfűznék az az, hogy tényleg ez a Venomnak vannak olyan album, ami rohadt ötletten és egy darab szám nem jut róla az eszembe. Itt végig gondolva tényleg elég sok olyan szám van, ami például kapásból a nyitótétel, ami így megmaradt, és ez egy jó pont, azért is került nálam a negyedik helyre, hogy itt legalább voltak még ötletek, valamennyire jól is kivitelezték őket. Tök karakteres lemez. A borítót is szeretném külön megdicsérni, ez a kicsi ilyen hieroglifás beütés, meg a logónak és egy picit átdizájnása, az nekem tetszik, mert amúgy visszaköszön a black metal, és ezt a Demolition Man tervezte, amennyire én tudom, hogy ez egy kicsit ilyen fricska is talán akart lenni, hogy itt, na itt is van valami ördögfejszerű cucc, meg itt is itt van a Venom, hogy akkor ez most egy új kezdet lesz, de egy kicsit másképp, de mégis hasonlóan. Érdekes. De nagyon jó lemez. Második helyezett nálam, csak dicsérni tudom, nincsen semmi negatív vonatkozása, annyit lehet, hogy de ennél van egy, ami még jobb nála. Úgyhogy... Másodikból nem találtam volna ki. Jó, hát nálam a negyedik lett, de szerintem akkor menjünk is tovább. Mehetünk. Oh, shit. Visszatértünk, és jöjjön a Temples of Ice című lemez, amit 1991. május 31-én jelentettek meg, ugyanúgy az Under One Flag kiadásában. Hát ez egy ilyen Demolition Era közepén járunk, a kemény három lemezből. Eléggé, hát ez egy ilyen nagyon vegyes felvágott lemez szerintem, nagyon... Hosszúságban egy kicsit hosszabb lett az előző. Hosszúságban egy kicsit hosszabb, igen, mert ez már 40 percben vagyunk, ami az ideális, pont az ideális hossza, amit egy lemez szerintem kaphat, és stílusában szerintem eléggé csapongó, nagyon sokféle érzete van ezeknek a számoknak. Egyet talán így még töri szempontból ki lehet emelni, a történetesen a negyedik tételt, az In Memory of Paul Miller című számot. Ugyanis ez a Paul Miller egyébként azon túl, hogy a Venomnak az egyik ismerőse volt, ő a Kerrangnak volt az egyik szerkesztője, akinek volt egyébként egy saját ilyen fanzine kiadványa is, ez a Four Arm Smash, ami az Egyesült Királyságban volt aktív, és hát ő 90-ben halt meg, és hát a banda próbált egy ilyen szép gesztussal megemlékezni róla egy szám erejéig, ami egyébként tök ritka dolog, bár nem nagyon láttam még egyébként korábban ilyet, hogy egy mit tudom én, egy újságírót, vagy valaki közvetlen ilyen ismerőst így kiemeljenek. Szoktak ilyet csinálni, én már többször is lettem. Például ott van a Dead Starsnak, a Dissection-os tesónak a dala a testvéréről például. Oh. Vagy a tankcsapdának a Hébon, ami bonszkotnak szól, de mindegy, szóval ilyen azért nem annyira ritka. Akkor csak én nem figyeltem fel annyira. De mindegy, ez töri szempontból ez egy érdekes hát szám volt. A Hammerfallnak meg konkrétan van egy ilyen dal, hogy In Memoriam, de ez nem hiszem, hogy valakinek konkrétan címezve van, de ezt most meg nem mondom. Szóval szoktak ilyenek lenni. Nos, neked hogy tetszett? Kezd el szerintem. Hát először is mi a faszom ez a borító? Erre vannak teóriánk. Ötlete, ezt így fejtsd ki. Az én teóriám, amikor így néztem, hogy nem tudtam, hogy ez az valami földön kívüli, vagy mi lehet ez a lény, de Nekem hasonlít egy kicsit, Magyarországon is előfordul egyébként ez a tintahal gomba, ami egy ilyen rózsaszínes, vöröses, ilyen azt hiszem 4-5 csápszerű nyúlványa van. Na ez arra hasonlít nekem, csak van rajta száj, meg szem, meg már félig rohad, meg egy jeges barlangban. Egyszerűen nem tudom, hogy ez most mi a fene, őszintén szólva. Nekem egy ilyen Doom-szerű lény szétlőve. Kb. Amikor szétlőved azt a kurva nagy szemet, ami tűzgolyókat lő, akkor az így néz ki. Egyébként az artwork designerekből próbáltuk megfejteni, hogy mi lehet, de hát ott is a metálomon ennyi van írva, hogy Eddie, zárójában Bacon and Egg Banjo. És így kösz. És más nem terveztek, hát, csak ezt. Igen, másoknak nem terveztek, nem rajzoltak, szóval valószínűleg ez is valami haveri, ismerősi, akármi csoda lehetett, de ha ti tudjátok, hogy ez pontosan mi, meg hogy honnan jöhetett az ötlet, kérjek, írjátok meg nekünk, mi nem tudtuk fellelni ezt az infót. De meg egyik ilyen viccesebb sztori is ide kötődik, igazából én annyit tudok még hozzáfűzni az albumhoz, hogy eredetileg úgy lett volna egyébként, hogy a Howard Benson lett volna a producer. De egyébként ekkoriban még nem volt olyan nagy arc, később lesz majd az, amikor például amit a Motorhead anyagokat fog producálni, meg egy csomó ilyen nu-metálos cuccot, meg az Inflamesnek, stb. De mindjárt eredetileg ő lett volna a producer, csak elérhetetlen volt. Na most ez azért vicces ez a történet, mert aztán még kétszer el fogja lőni a Venomnál. Tehát három alból ő lett volna a producer, és egyik se ő lett, és mindegyik úgy azt, hogy nem érték el. Ezt én nem tudom értelmezni, mert aztán volt máshol is ilyen, talán amit nem tudom melyik klasszikusoknál beszéltük, hogy ez XY lett volna a producer, csak így az meg nem érték el hónapokig. Hogy a faszban nem lehet elérni valakit? Értem, hogy nem volt mobiltelefon, de hát bazd meg. Voltak ebből vicces esetek. Egyébként helyette a Kevin Riddle lett a producer, aki ezt következő két lemeznél is ő volt a producer, mivel hogy a csávót nem érték el. Szóval ilyen kényszermegoldásként ő lett. Egyébként magára az albumról, hogy általánosságban jutok mondani, hogy ez ilyen speed heavy cucc, kevésbé trashes, mint az elődje, és hát őszintén szólva nekem baszottul nem maradt meg erről az albumról szinte semmi. A Speed King igen, de az meg egy Deep Purple feldolgozás, kb. Arra emlékszem. Meg a Tribes egyébként az így viszonylag jól az indult, jó, az egy jó dal. Azt én is ki akartam menni. Így jön a Tribes, aztán egy csomó törlés így nálam, így az nem emlékszem ott nagyjából semmi, aztán jön egy Speed King, és így ok. Meg a Temple of Eyes, azt hiszem az egy kicsit ilyen elég ilyen eklektikus dal, meg mint hogyha ott lennének ilyen lassabb részek, meg gyorsabb. Igen, meg az a leghosszabb is a lemezen. Igen, tehát így kb. Nekem ennyi maradt meg, pedig vagy 4-szer végig hallgattam, de így minden törölt az agyam, tehát így nekem ez így összesen egyébként megért a 8. helyet, tehát így annyira felejthető album volt, hogy így fú, nagyon. De egyébként talán ez az egyik legspeedesebb, hevisebb album a Possessed után tán. Neked mi a véleményed az albumról? Hát szerintem is viszonylag felejthető, de amúgy nem tudom, hogy miért. Egyszerűen nehezen tudom, ezen nagyon sokat gondolkoztam, hogy miért nem érzem annyira át ezt a lemezt. Amúgy egyébként tetszik. Szerintem kurva ötlettelem. Szerintem nem, csak valami nem állt benne össze, hogy nekem túlságosan össze-vissza volt egy kicsit ez a dalok. Nem volt hát ez főleg a Temple of Ice-on érződik, hogy ilyen mi miért jön egymás után. Valami egységesség hiányzik belőle talán, de amúgy vannak jó détek, a Tribes, amit mondtunk, ez nekem az Acid is bejött róla. Kellemes lemez, jól szól, nagyon vastagon szól, talán a 3-ból a Demolition Run-ban ennek a legvastagabb, legteltebb hangzása, úgyhogy a Pete Pack, aki keverte a lemezt, ez egy hatalmas pacsit megérdemel. Nem tudjuk, hogy vele mi lett konkrétan, ő is a Metallum szerint is ez az egyetlen lemezhez van bejegyezve, mint keverő, hát pedig később valószínűleg Kronosz jó hasznát vette volna ennek a fickónak, de valahogy nem áll össze nekem, így nagyon sokszor meghallgattam, többek közt így háttérbe, de volt, hogy így direktbe, így figyelve is, és hogy egyszer sem éreztem rá, úgy igazán nem volt olyan, mint mondjuk a Prime Evil-nál, hogy egyből na ez jó cucc. Meg ott így eszembe jutnak részek, meg így bólogatok rá. Itt meg tényleg, mint hogy törölték volna az emlékeim, így annyira kurvára érdektelen volt nekem. Igen, nagyon furi. De nem úgy tényleg furi. Mert úgy nem lenne ez rossz, csak valahogy nem... Hát bántani nem bánt. Nem bántó, de amúgy Szerintem kellemes, csak olyan semmilyen. Ilyen jó ebédhez szólanó kb. Ilyen játékzenének elmenne, vagy nem tudom. Hát, ja. Hogy én hányadik helyre is tettem, várjál. Jó, én a negyedikre tettem, de azért már mondtam, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól szól, nagyon kellemes még így is, mert igazából az első három az nagyon-nagyon magasan van, és pont így a negyedik helyezettől nálam van egy kicsit izé esés. Ezt tettem az elejére ennek a kifejezetten élvezetes kategóriának. Na de én sem tudok többet mondani, úgyhogy szerintem kanyarodjunk rá a Demolition-ére a záró albumára. Zsa! Vissza is tértünk, és beszéljünk egy kicsit a The Wastelands című albumról, ami 92. október 29-én jött ki az Under One Flag gondozásában. Egyébként érdekesség, hogy az egész Demolition Era az ennek a kiadónak a gondozásában ment, de ez valójában a Music for Nations-nek a leányvállalata. Hát ő is fogja majd betenni a kaput egyébként ennek az érának, de ne szaladjunk ennyire előre. Ugye maga az album az egy ilyen 41 perc, 35 másodperc, ezzel az a leghosszabb Demolition érás lemez. És ugye muszáj itt megemlíteni a borítót, amit ugye Tari József kezemunkája, aki egyébként a Searbliss-nek az Arcane Odyssey-jét is tervezte, meg a Kerecsénysúlyomnak a borítóját, hát innen jobban megvan. Nekem kevésbé, de a Searbliss az tényleg az, azt én is korábbra ismertem, de ezt csak nem régiben vettem észre ezt az infót, amikor így az adatokat nézegettem át a lemez, és egyébként szerintem ez a leges legjobb Venom borító úgy egy egészében. Szerintem nagyon királyul néz ki, nagyon tetszenek a színek, meg ez a régi retrós fantasy-s megjelenés, ami kicsit a kalandjáték kockázatkönyvekre, vagy egy ilyen régi hát meg nekem a film borítóján. Az egész kialakítás nekem ilyen Pannonia stúdiós, ami valószínűleg azért van, hogy a csóka, azt gondolom, hogy nem tudom, hogy a Tari József az lehet, hogy nem Magyarországon él, de hogy szerintem azért láthatná János Vitézt meg izét. Hát biztos, mert több mesekönyvet is rajzolt egyébként. Ja. Úgy értem, hogy a ilyen Pannonia stúdiós mesét látott már. Ja, értelek. Ja. Szóval igazából elég királyborító, bár szerintem nem ez a legjobb már, mint egy művészi. Tehát, hogyha csak mint képet nézzük, úgy igen, de mint így szimbólumot szerintem egyébként a Welcome to Hell-nek jobb a borítója, mert ez egyszerűbb és lényegre törőbb, de ez meg szebb. Szóval, ja. Ez nagyon szép szerintem. Hát igazából szerintem a Venomnak ez a thrash metal albuma, kb. Ez a legthrashesebb, kb. Maybe. Egyébként, amit így meg tudnék említeni az albumról, nekem egyébként ez is egy kicsit ilyen összefolyósabb. Nekem én nem vagyok annyira jó véleménye róla, mint Ádám, de nem szar vagy ilyenek, csak nekem ez is ilyen közép kategória. De egy például a Crucified-ba kurva jó a szóló, de egyébként elég sok jó szóló van ebben az albumban, tehát szó se róla, meg tök jó kezdődik a Cursed, az nagyon király az intrója. Meg érdekes módon itt is van egy ilyen lassabb szám, ez a Clarice. Ezt nem tudom, biztos valami nőnek írták. És nincsen sátán természetesen. Sőt, ha már szóba jött Crucified, az egész dal Jézus életéről szól igazából a keresztre feszítésig bezárólag, semmi negatív felhang vagy valami ilyesmi nélkül. Ez kifejezetten kirívó a Venom életművön belül. Hát egyébként a vásárlók ezt nem így gondolták, tekintve, hogy hát ennek elég szarok lettek az eladásai, olyannyira, hogy a Music for Nations így nem újította meg a szerződést, és ez be is tette a kaput ennek az érának, tehát hogy ez így pusztult ki, nem volt sikeres az album. Egyébként nekem így a 6. helyezettig volt elég, és Ádámnak doppergés. Első helyezett, magasan az első helyezett. Ez az egész fenoméletmű legkreatívabb és legjobb lemeze. És fejezd gyakorlatilag előre előtte a point, hogy a C betűs számokról a legjobbak, tehát a Cursed, Crucified és a Clarice. De az meg ez fel se tűnt. Egyébként a Riddle Steel is jó, most így ránézve a számcímekre. Need to Kill is nagyon jó, de a Kissing the Beast is nagyon adja, a Wolverine is. Nincs egy darab gyenge pillanata sincs igazából. Nagyon-nagyon jók, és egyszerűen nem értem, hogy annak idején a eladása, ez miért tette be ennyire? Tudom, miért? Azért, mert már faszuk tele volt az embereknek 92-ben trash metállal, ezért. De annyira nem volt ez echte trash, ez csak simán például a C betű számok az nem trash. Ilyenkor Nirvanát hallgattak a népek, nem ezt. Hát jó. Jó, persze, van ízlés akkoriban, ami diktál, de én sajnálom. De viszont... Szar időben jött ki. Viszont visszatekintve retrospektív eléggé népszerű, gyakorlatilag a újrakiadások tekintetében ezt a lemezt nagyon sokat kinyomták újra, és egyébként is a 30. azt hiszem a 30. évfordulójára egy óriási díszdobozt kapott, pólóval, CD-vel, felvaróval, kitűzővel, mindennel, és az nagyon-nagyon jól kelt. Nagyon szerették az emberek, így, tehát így ez egy olyan lemez lett, amit akkor nem értékeltek az emberek, de most már így, hát várjál, ha több mint 30 év távlatában igencsak megszerettek azért valahogy, így éred be. És akkor nálak az első lett, nálam meg a 6., de még mielőtt tovább mennénk... De én még akartam mondani. Ó, elnézést. Toljad neki el, more. Amit még, hogy amit már a Primeval-nél mondtam, hogy mennyire tetszenek a szövegek, na itt abszolút. Nagyon jó, nagyon hosszú, nagyon változatos szövegeket írtak benne, pedig én tényleg nem vagyok egy szöveges típus, de azért hallom, meg figyelek, mert azért elég jól beszélek azért angolul, és érzem, hogy van mondani való bennük, van, hogy hát például Crucified gyakorlatilag egy történetmesélős dal, és ez nekem teljesen bejött. Lehetett volna ebből ez egy jó konceptlemez is talán. Egyébként most ehhez még annyit fűznék hozzá, bocs, hogy általában én szoktam az, aki így bújja a szövegeket, de nekem itt a Venomnál eszembe nem jutott szöveget olvasni, mert ugye a kedvencem az Inulig vitt szétán, és annak tudom a szövegét, és annyira ostoba, hogy így eszembe nem jutott, hogy más szöveget is elolvastak. Na itt pont ez van, hogy mivel hogy ebbe a Demolition Man írta a szövegeket, ő sokkal... nem tudom, jó olvasottabb ember volt, vagy nem is tudom, neki sokkal jobban élvezem a dalszövegeit, nincsenek benne a végtelenség ismételt része, mint majd a diszkográfia végén látni fogjuk, hogy gyakorlatilag elkezd majd Kronosz idősebb fejjel olyan dalokat írni. Ilyen dalszöveggenerátorba átmegy. Hát meg ugyanazokat a sorokat ismételgeti, mint hogyha valami popzene módba kapcsolt volna, vagy nem is tudom. Egyetlen egy baja van nekem a lemez, azon kívül, hogy jegyeztettem az első helyre, hogy a Temples of Ice sokkal jobban szólt, mert ebben valami okból kifolyólag vékonyabb hangzása lett, amit egyébként valamennyire ellensúlyoz, hogy a szintetizátorok, amiből tök sok van, és sose lehet elég egyébként, ebbe Kristóffal egy véleményt képviselünk, az nagyon sokat hozzátett. Ez a legszintisebb Venom lemez, és azt hiszem ezután egyáltalán nem is lesz szintetizátor az életműben. Most erre nem vennék mérget, de szerintem igen. Egyébként nekem az a fura, hogy nekem meg pont ez volt az, hogy aminek a legjobb a hangzása. Fura. Azt hittem, hogy ezt fogod mondani. Hát jó. Ezzel most megleptél. Ja. No, egyébként még mielőtt átérnénk a következő lemezre, vagy nem tudom, hogy akarsz még valamit mondani. Most már jönne egy kis töri. Ugye ott hagytuk abba, hogy a Music for Nations az felbontotta a szerződést, és akkor ennek hatására egyébként a tagok ki is léptek, és akkor Abaddon az úgy kb. Egyedül maradt, ő elütötte azzal az időt, hogy ilyen compilation-öket, mi az, válogatásokat ad ki, meg ilyen live anyagokat, ugyatok, amikor ilyenkor szoktak, hogy ne dögölj, míg a Kronoszos része a zenekarnak, vagy hát tehát a Kronosz néven futó formáció, meg amit korábban mesélt Ádám, hogy adott ki egy ilyen Venom válogatást, Ott meg pont az jött el, hogy de jó lenne újra Venomot tolni. És akkor ennek apropóján, így 95-6 tájéken, azt hiszem 95-ben talán, újra sikerült tető alá hozni a Venomot az eredeti tagokkal. Ugye Abaddonnal, Kronosszal és Mantasszal, ami azért nagy szó, mert hogy amennyire én olvasgattam, hát úgy eléggé rühelt, vagy nem is rühelték egymást, de úgy így nem kedvelték, legalábbis olvastam egy ilyen interjút, hogy így Kronosz írta, hogy, vagy nyilatkozta, hogy csak akkor hajlandó belemenni, hogyha bármint ebbe az újra együttesésbe, hogyha mindenki 100%-ba beleadja, amit tud, és így tökre várja azt, hogy egy ilyen nagyon kiforrott Venom anyagot adjanak ki, hogy a zenész társa is, ő is, egy csomót fejlődött meg minden, és aztán hozzátette, hogy aztán rájött, hogy nem, a többiek inkább olyanok, mint hogyha lobotómián estek volna át, mert úgy a gyúak, mint az állat, vagy valami ilyesmit nyilatkozott, de a lobotómiára emlékszem, tehát nem volt túl jó véleményén a zenész társairól. Na, tehát akkor azt hiszem a Dynamit nevezetű fest, vagy Dynamit, vagy Dynamo? Na ezt nem mondom meg mindegy, neked. Angliában van egy fesztivál, ami vagy Dynamit, vagy Dynamo fesztivál néven fut. Ott de egy ilyen... a headlinerek voltak, azt mondod, nem? Igen, volt egy ilyen Venom United koncert, és akkor valamilyen 89-90 ezer ember előtt játszottak, és akkor utána adták ki a következő albumot, amire át is térhetünk. Jöhet. Zsá! Visszatértünk, és most akkor terítéken az előbb említett Casting Stone került, ami 1997. november 11-én jelent meg Steamhammer kiadó gondozásában, és na ezzel megjelenését tekintve egy érdekes eset, ugyanis gyakorlatilag két diszk, tehát két CD-ről beszélünk, amiben az egyik, csak az első az, ami ténylegesen új anyagot tartalmazott, amik az erre a lemezre írt darabokból áll, a második CD, amikor fogták, elővettek csomó régebbi dalt, amit például csak ilyen bónusztrekkek, vagy ilyen válogatásokon, vagy ilyen szingülökön voltak rajta, felvették újra a modernább hangszereléssel, kicsit itt-ott belenyúltak benne, de az érdemi része akkor is az, hogy az első lemez, ami ténylegesen erre a lemezre készült. Igen, egyébként ez az eddigi leghosszabb Venom anyag, tehát volt Kraft a srácokban 14 dal, 54 perc, 36 másodperccel, tehát ja. Csak az első. Igen, egyébként a borító az elég fura, nem szarnak mondanám, hanem ilyen nem értem, hogy miért ez. Engem egy ilyen nagyon-nagyon régi videójátéknak a borítójára tényleg emlékeztet valamiért. Olyan. És egyébként Kronosz fejelmeteg úgy van megoldva, ami, mert ugye ennek azt hiszem két verziója volt ennek az albumnak, volt egy simán az első CD-vel, és ott Kronosz feje van így bepentagrammozva, és ez a Extended Edition, nem tudom minek mondjam, ezt a két CD-s, azon látszik ez. Hát mindenképpen emlékezetes borító, mondjuk, hogyha jónak nem is jó, azért Mantas eléggé parán néz ki rajta. Hát nekem egyébként kicsit olyan, mint hogyha a Múmiát összevágták volna, nem tudom, valami vámpíros filmmel. Ez se rossz hasonló. Ja. Természetesen itt is egyébként Howard Benson lett volna a producer, aki megígérte, hogy most már nagyon producerkedni fog, főleg, hogy itt már egyébként Motorheadet is producerkedett, egy elég faszán a Sacrifice albumot például, azt ő művelte. Hát itt sem sikerült elérni. Bocs, Venom, ti nem. Igen. És ez az album egyébként, amiről korábban egyszer beszéltünk, hogy így én ezt az albumot egyébként zsigeri szinten ismerem, csak kurvára elfelejtettem, mert valószínűleg bátyám így gyerekkoromban szarrá hallgatta, és ezt így nagyon mélyen bevésődött. És lehet, hogy ennek szól az a helyezés, amit adtam rá, de nem hiszem. Szerintem ez az egyik legjobb ilyen modern Venom album. Tehát szerintem a három tagnak, akármennyire is mondta a Kronosz, hogy lobotómián estek át, szerintem tényleg ez a legjobb anyaga. Tehát mind tehát zenéleg, mind hangzással, tehát mindenhogy. Tehát itt tényleg, hogyha nem osztott volna fel az Venom, akkor ez lenne a kiforrott anyaguk. Szóval ez nekem a harmadik helyig volt elég. Szerintem az egyik legjobb Venom album, hogyha azt nézzük, hogy tehát nem a klasszikusokat, meg nem a történeti okokat, stb. Meg nyilván ebben nekem is van most jelenleg egy nagy szubjektív rész, de hogy objektíven nézve is szerintem ez az egyik legjobb album. Annál is inkább, mert hogy ez az egyik úgy ötletesebb, hogy próbálnak tényleg határokat feszegetni. Például van egy olyan dal, amiben Kronosz így próbál lírai módon énekelni, és nem is annyira szar, pedig nem tud énekelni, de ott valahogy így jól áll neki. Kicsit olyan érzésem van, mint a Bátori Ring of Goldjába, ahol így ugye Korton szegényként rohadtul nem tudott énekelni, de ott valahogy sikerült. Abba a számban nagyon eltalálta. Igen, igen, itt is van egy ilyen rész. Szóval szerintem ez egy a másik része, ami még miatt szerintem jó az album, hogy a korábbi speedes, heavys, trashesebb rész, plusz még egyébként itt egyébként egy nagy adag groove hatás is van, tehát valószínűleg sok Panterát hallgatott itt valaki ekkortájt. Na mindegy, szóval, hogy ezzel együtt egy nagyon érett, nagyon kiforrott anyagról beszélhetünk. Neked hogy tetszett az album? Egész jó. Ahhoz képest, hogy milyen hosszú, ez tényleg ez már az a kategória volt, ez már fárasztóan hosszú volt, ebből egy picit én biztos kivettem volna néhány számot, de nem rossz. Jó a hangzás, ahhoz képest, hogy az alaptrióról beszélünk, tehát Kronosz nem tudta elcseszni ezúttal, és tényleg ez egy nagyon grúvos. Nekem ez a lemez az, amire azt mondom, hogy na ez egy trash per groove lemez, tehát ez ordítról, hogy na ez 97-ben jelent meg, hogy benne van ez az akkori minden is, ami akkor a legnépszerűbb volt lényegében a metálon belül. Nekem egybefolyós azért, mindamellett, hogy nem hangzik ez se rosszul. Tehát az első felében az életműnek sokszor mondtam, hogy nem hangzik jól, innentől kezdve most ebbe a rész, gyakorlatilag pont ezt a epizód, amit ma tárgyalunk, ebben mondom majdnem mindegyikre, hogy amúgy tök királyul szól. Ez erre is igaz. Nekem nagyon kevés szám volt az, amit így igazából ki tudok emelni, ami úgy tényleg különlegesebb jó volt. Az az egyik volt a Domus Mundi, vagy a legeslegvégén a Swarm. De egyébként hát jó, igen, amit Fejes mondott, hogy ez az egy alkalom, amikor Kronosz valamennyire tényleg énekelni próbált, az nem volt rossz. De egyébként Kronoszról, ha már szóba jött, az például zavaró szerintem, hogy a hangzás instrumentálisan jó, de kicsit úgy, mint mondjuk a Dark Throne-nak a Panzerfauston, a vokál túl hangos, és az eléggé elfáraszt egy idő után. Tehát így a lemez közepére már mondom, hogy jó, akkor az most kusolj már, léci, legyen egy picit instrumentálisabb vagy valami. Tehát és visszatértünk az Evil Hell, meg a, tudom én, igen, a hihetetlen utacímekhez, meg a eléggé egyszerű szövegekhez, úgyhogy... Igen. Tomi, gyere vissza! No, és akkor ez neked hanyadik lett? Ezt nem tudom, mondtad? Ezt nem mondtam. Ez nekem a 8. helyezett. Tehát a első 3 után lényegében valahogy úgy van nálam. No, de akkor szerintem menjünk is tovább. Mehetünk. Na, visszatértünk mai adásunk terítékén az utolsó fogáshoz, ami a Resurrection lemezetű lemez, ami 2000. június 6-án jelent meg, ugyanúgy, mint az a Casting Stone a Steam Hammer kiadó gondozásában. 56 nappal, vagy 56 évvel a D-nap után. Csak most nézem, hogy egyébként június 6. Tom Hanks integet. Ez is egy hosszú lemez, a maga több mint 55 perces futam idejével. Ez eddig a leghosszabb Venom album. Ez? Nem az előző? Hát az addig a leghosszabb volt, aztán ráhúztak még másfél percet, és ugyanígy 14 dalnyi. Ennél viszont nem éreztem úgy, mint az előzőnél, hogy ez túl hosszú lenne. Viszont van egy fura észrevételem vele kapcsolatban, valamiért nincs fent a streaming szolgáltatókon, ahogy én láttam ez a lemez. Így van, de egyébként volt még egy másik album is, ami szintén nem volt fenn. YouTube Musicon csak ez az egy nem volt fenn. Spotify-on több sem volt fenn, de ez az egyik. Egyébként a borító az kicsit olyan, mint a Quake-nek a... Sokat quakezett volna valaki. Hát a borítóról, mint hogyha valami full basic, másodhullámos black metal albumborító lenne egyébként, csak nem fekete-fehér, hanem benne lévő háromszögbe fekete-fehér. Tehát olyan, mintha ilyen corpse paint is lenne rajtuk, úgy van megcsinálva. Egyébként nekem még nagyon ilyen 90-es évek második, tehát ilyen látszik, hogy az, mondjuk ez pont 2000, de tök mindegy, tehát ilyen 90-es évek második fele írás albumborító, akkoriban csináltak ilyeneket. Én meg nem mondanám, hogy miért, de úgy annyira süt belőle, hogy ezt így akörül csinálták. Egyébként igen, így mindenestől. Amit még tökéletesen meg kell említenünk, hogy az újraegyesüléses érának ez az utolsó darabja, de ez már nem teljesen igaz, ugyanis... Itt jó a sztori egyébként, az egyetlen jó sztori az itt lesz, de akkor azt elmondod. Akkor ezt mondd el te. Ja, hát csak igaz. Annyit mondok, hogy ki dobolt rajta, azt átadom, ugyanis ezen a lemezen Kronos öccse, Anthony Land dobolt, aki egyébként egy nu metal együttes, vagy nem tudom, hogy milyen együttese volt így hirtelen, de hát nu metal stílusban dobolt viszonylag, és egyébként ő volt az gyakorlatilag, aki végig triggereket is használt a dob technikájában. Na de mondd a sztorit, az nagyon jó. Hát igazából annyi az a történet, hogy hát nem bírtak ki túl sokat így a tagok egymás basztatásával. Ugye már így a Casting Stone-nál is mondtam, hogy így csúnyán néztek egymásra, de ez itt így kicsúcsosodott abban. Egyébként azért is csúszott az album, hogy így sokat basztatták egymást. De hogy itt történt egy olyan eset, miszerint ugye Abaddon és a menedzser, Eric Cook, azok nem igazán voltak jóban Kronosszal, és akkor írtak neki egy levelet, hogy hát ki vagy baszva a zenekarból. Erre Kronosz ezt így mondta a kiadónak, hogy van. A kiadó meg mondta, hogy Kronosz nélkül nincs Venom, tehát akkor hagyjuk a faszba az egészet. És akkor Kronosz megírt akkor nekik, vagy hát Abaddonnak, hogy ez szó szerint egyébként ezt írta, hogy nem rúghatod ki az ördögöt a pokolból, ki vagy rúgva. És akkor ő baszta ki az Abaddon. Egyébként így az albumra próbálták visszahívni, de nem igazán jött vissza, ezért inkább felvették helyette az öccsét, Anthony Landet. Egyébként az album után 2 évvel Mantas is távozott, és visszajött a korábbi gitáros, akivel Kronosz együtt zenélt, Mike Hickey. Oké, na de beszélgessünk egy kicsit az albumról. Nekem egyébként itt pont ez volt hosszú, de látod, hogy azért, mert hogy ez kevésbé volt beleégve az agyamba, és a végén már egy kicsit untam. Viszont ez az album, hogyha az előző nagyon faszán összeforrasztotta az addigi életműveket is, egy plusz adott hozzá, ilyen grúvos, ponterás részbe, akkor ez minthogyha, hát progresszívnek nem mondanám, de majdnem, tehát hogy itt nagyon próbáltak, egyrészt sokkal virtuózabbak benne a szólók, másrészt nagyon tényleg próbáltak valami nagyon új utat találni, vagy keresni. Nem csak a szólók, szerintem a gitártechnika is sokkal virtuózabb, egészében tök modern gitárkezelés van benne egyébként. Hát kb. Ez a legtechnikásabb album. Hát ez a legtechnikásabb Venom album. Igen, bár ettől független nekem ez egyébként a 7. helyig volt elég. De egyébként vacilláltam rajta, hogy a Wastelands-et vagy ezt rakjam előrébb. Igazából lehet, hogy 5 perccel későbben állnám, akkor ez lenne a 6. Szóval ezt így vegyétek úgy, hogy ez a 6/7, ez a Wastelands meg Resurrections így együtt kapja. Kb. Nálam. Egy nagyon jó, nagyon hallgatható album. Kurva jó kezdődik. Igen. Egyébként ez a Venomnál ilyen nagyon valami fura berögződés, hogy mindig az első dalok azok tök jók. Gondolom, direkt úgy rakják össze. Nem mindegyiknél. Pont a Black Metal, aztán pont a Black Metalnál mondtam, hogy a második fele volt jobb a lemeznek, hogy ott az indult. De pont a Black Metallal kezdődik, amely az egyik legjobb dal arról az albumról. Pölle. Nem, a Sacrifice-ben a Countess Battle. Tényleg az is azon van. De mindegy, a Black Metal a második felé. Ja. Na mindegy, de hogy ez is jól indul, és kurva jó szólók vannak benne, van Black Fame of Satan, tehát most már sátán is van, nem csak Evil meg Hell, szóval visszatérünk a régiekhez. Szóval nálam ez a 7. hely. Neked mi a vélemény az albumról? Ez egy nagyon jó lemez. Ez a Venom életművön belül, hogyha a lemez közepét is mondjuk egy kicsit jobban végig gondolják, picit én még ültem volna rajta 1-2 hónapot, szerintem, hogy véglegesen kiforrottabbak legyenek a dalok, de technika szempontjából ez a legjobb Venom lemez. Összminőségben nem ez a legjobb Venom lemez, de nem ez a harmadik legjobb, de a modernitása így az egész életműben egyébként nagyon kiemeli számomra, mert jó, nem szeretem ezt, hogy belemondjuk mint műfajt, hogy black metal, de ebbe már egy csipetnyi azért szerintem van. Tök izgi gitártechnikák vannak benne, és tök fura, hogy Mantas soha nem csinált ilyesmit, mint amit ez a lemezen. Rengeteg ilyen érdekes megoldás, meg ritmikai játékok vannak benne, amik egyébként nekem emlékeztetnek egy picit, aki egy ideig a Mayhembe is gitározott, a Rune Eriksson, aki például a Wolfslayer Abyss Grand Declaration of War, meg a Kimérán gitározott, abban is rengeteg ilyen ritmikai játék volt benne, szintén ilyen nagyon hideg, nagyon éles gitárhangzással. Egyébként, amit még így, ha már így az instrumentális résznél vagyunk, Venomban a Kronosz öccse volt szerintem a legjobb dobos, ha tetszik, ha nem. Rohadt jól dobolt ebbe. Nagyon precíz, nagyon erőteljes, nagyon gyors is tudott lenni, hát ő olyan volt itt a Venomban, mint az Immortalban a Horg, tehát brutális magasra tette a lécet. Nagyon szaggat ez a lemez. Az első szám, a címadó téte az valami brutális király. Talán az az egyik legjobb, hanem a legjobb Venom szám összegészében. Én egy kis industriális élt is egyébként véltem felfedezni, tehát ez már olyan heavy metal, ami átkacsint néha már ilyen tech trashbe, de industriális módon is megszólal, meg néha a gitárkezelés az meg már a technikásabb black metalba is így átemel 1-2 dolgot, tehát ez így nagyon jó ötletek vannak benne. Kár, hogy néha így el vannak így húzva részek benne, főleg ezt akartam mondani egyébként, hogy nekem nagyon sok benne az ilyen üres, nem is üres járnak mondanám, csak ilyen fölösleges. Igen. Ezeket kellett volna kigyomlálni belőle, rövidebb is lett volna az album, és akkor ultimate legjobb Venom lett volna valószínűleg belőle. Én csak dicsérni tudom, hogyha nem ismertézek, mert féltetek tőlem, hogy nem szokták túl magasra értékelni, ne higgyetek neki, ez egy baromi jó lemez. Aki főleg, mint mondjuk én, aki black metalt szereti a legjobban, na annak ez a lemez fog valószínűleg a legjobban tetszeni. Ez... Nekem az rémlik, hogy az ilyen listákban általában ezeket az újabb albumokat, ami nem a klasszikus első 3 vagy 4, ezt viszonylag előre szokták rakni. Tehát a idézőjelben új írás Venomból. Egyébként nekem kicsit olyan az a lemez, de már az előző is, de ez végképp, hogy ilyen mindent próbáltak felszívni, ami az aktuális érában így úttörőnek számított, vagy újnak, és ezt próbálták implementálni a zenéjükbe, és ez hát több, mint kevesebb sikerrel sikerült, csak tényleg az, hogy nem vannak benne ilyen üres részek, amik tök feleslegesek. Hát igen. No, nálam ez akkor ugye a 7. lett, nálad? A dobogó 3. fokán 3. helyezett. Hát ez lehet, hogy jobban megérte volna nekem is odarakni, de nekem voltak személyes preferenciák is. Na mindegy. Akkor majdnem meggyőztelek. Nem, alapból is előrébb akartam rakni, csak az a baj, hogy nehéz a Venom életművet listázni, egyrészt 15 albumot nem egyszerű így egymáshoz képest viszonyítani, másrészt meg a legtöbb albumot annyira nagyon mélyen nem ismertem, és hiába hallgattam meg kurva sokszor, tehát ezt ezt jóval többször kellett volna meghallgatni, de mindegy. Ez egy nagyon jó lemez, mindenkinek tudjuk ajánlani, és így a kb. Nagyjából így a adás végére is értünk. Lőjünk egy kis összegzést. Hát szerintem ez a Venom életműnek a kevésbé népszerű, de minőség tekintetében annál jobb. Ugye erre mondtam az első részben, hogy a legjobb Venom albumok azok pont azok, amiket a kevésbé népszerűek is kevésbé szeretnek, viszont tehát nem annyira pionírok, tehát más hasonló stílusban alkotó zenekarokhoz képest szerintem gyengébbek, de saját magukhoz képest a legjobb. Egyedül talán tényleg kivétel ez a Resurrection, ami szerintem túlmutat a kortársokon, annál is inkább jó, hogy ez nagyon egyedi lett ez az album. Egyébként a Casting Stone is kicsit ilyen, de ez hatványozottabban ilyen, csak annyi, hogy tényleg sok benne az üres járat. Tehát igazából ez egy minőségi Venom éra, főleg a következőhöz képest, most ez spoiler volt, de mindegy. Tehát ez történetileg nem annyira magas röptű, viszont saját magukhoz képest itt hozták ki a legjobban, és egyébként így, talán kicsit most így jobban belegondolva egy ilyen fölfele grafikonnal, igen, fölfelével, és ami ezután fog megtörni, de ez már nem ez a rész lesz. Neked mi a véleményed erről a 6 albumról? Hát a java részét szerintem éreztétek abban, hogy mit fogok itt ezen a részen mondani, mert én ezeket a lemezeket tényleg gyakorlatilag csak dicsértem. Szerintem ez az éra akármennyire vegyes felvágott is volt, meg érdekes felállásokat is hozott. Technikali ez 2 éra volt, de jó, igen, gyakorlatilag 2 éra, de szerintem megértitek, hogy miért vettük egybe. Ezek a lemezek voltak, amik szerintem a jó, nem a Calm Before the Stormra gondolok alapvetően, de a Demolition éra az önmagában mind egy egységes fejezet, az volt a legeslegjobb szerintem a Venom életműben. Sőt, akkor technikali 3 éra. Na mindegy, az egy albumos, az nem tudom, annak nevezhető. Ez egy ilyen átvezetés, vagy nem is tudom. Ja. Egy ilyen rövid fejezet. Tehát lehet, hogy ezeket akkor nem értékelték túlságosan jóra, de amit így például a The Wastelands esetén mondtam, hogy a 30 éves újrakiadás az nagyon jól ment, meg nagyon érdekelte az embereket, hogy ezek a lemezek, amiket most javarészt taglaltunk, nagyon jól öregedtek az idővel, tehát ez mint, hogy az angol mondja, hogy age lined fine wine, tehát úgy öregedett, mint egy kiváló bor, hogy ezek kellettek nekik az évek, meg az évtizedek, hogy úgy igazán jónak érződjenek, vagy nem is tudom. De a Resurrection lett volna, hogyha nem lettek volna ezek a filler féleségek benne, akkor ez abszolút kiemelendő, és nem is értem, hogy miért nem annyi szeretik ezeket a lemezeket elővenni az emberek, meg például a Resurrection az miért nincs fent a streaming oldalakon, vagy mi a fene ez? Ez egy rohadt jó lemez, hát könyörgöm, tegyétek vissza. Szerintem ennek valami jogi oka lehet. Gondolom, nincsenek kiegyezve azzal, hogy most ez ki, vagy a faszom tudja, hogy miért. Na mindegy, nem egyeztek ki nagyon, hogy kihez tartozzam, vagy valami ilyesmi, igazából nem tudom megmondani, de ja, nincsenek fönn. Egyébként YouTube-on biztos fönn van, én azon hallgattam meg. Hát egyben valaki feltöltötte így, de külön hivatalos streamje nincsen. Egyébként én meg annyit mondanék így, hogy ezután kellett volna felosztani a Venomnak. Igen, a Resurrection helyett valami más, hogy The End, vagy valami ilyesmit adni neki. Mert az meg tényleg a cím is az, hogy hát nem az történt, hát ami nem. A címe. És mennyire agyon csépelt. Ja. Következő íráról majd következőleg nyilatkozunk, nem akarunk spoilerezni, de nem a szívünk kedvence. Hát finoman fogalmaztál bizonyos lemezek tekintetében. Na de ennyi lett volna szerintem ebbe az epizódba. Írjátok meg nekünk, hogy mennyire szeretitek ezeket a lemezeket, nagyon kíváncsiak vagyunk rájuk. Így van, ennyi volt már a Metal Sziget, komiba lehet írni, hogy kinek melyik lemez hogy tetszett, mennyire értetek velünk egyet, vagy mennyire nem, illetve ti is írjatok listát, azt is osszátok meg, nyugodtan lehet mellette érvelni, illetve hogyha tetszett a videó, akkor nyugodtan lájkoljátok be, kövessétek be a YouTube csatornánkat, és nyomjátok meg a kis haranggombot, hogy időben értesüljetek az újabb tartalmainkról. Facebookon és Instagramon is elérhetőek vagyunk, azt is nyugodtan kövessétek be. Az Instagramunk az újra vitalizálódott, tehát ott is jönnek már újra a posztok, illetve van TikTokunk is, oda is felkerül ez az. És jövünk majdnem soká a harmadik résszel, a záró epizóddal, ami a 15 albumos Venom életművet fogja majd lezárni, de addig is hallgassatok sok metát, én Fejes voltam a Metál Szigettől, és itt volt velem Ádám. Sziasztok! Sziasztok!